Izgalmas várostörténeti programra várta az érdeklődőket a Turinform iroda szombaton. Ismét bemutatták Székesfehérvár történelmi óriásbáb családját a fűtőerőműben, közben pedig előadást tartottak a város egyik legfontosabb közműszolgáltató cégének történetéről. Megnézzük a régi gépeket, ezeket a régi turbinákat, a régi kazánokat, amiket használtak. Ugye ez fejlődött az elmúlt 100 évben, 1903-ban nyílt meg ez az erőmű, és 2016-ig működött. Ma már csak ilyen vésztartalék erőmű, tehát ma is lehet egy bizonyos részeit újra beizdítani, ha szükséges, ha olyan hideg tél van például, vagy ugye az új erőműben esetleg valami üzemzavar lép fel, de alapvetően ugye ez már használaton kívüli erőmű. Mayer Andrea hozzátette, a királysori fűtőerőműben 23 királyi óriásbáb kapott szállást, történetükön kívül mozgatásuk kulisszatitkaiba is bepillantattak az érdeklődők. Tavaly óta, mivel az óriásbáboknak, amiket a királyi napokon használnak, nincsen helye, hogy hol lehetne őket ugye parkoltatni télen, amikor, mert olyan nagyok, olyan hatalmasak, ilyen 3-4 méter magasak, ezért kitalálták, hogy akkor ugye helyhiány volt már a színházban, és így viszont itt elég szellős a terület, nem használják, úgyhogy itt az óriásbábokat jól lehet hát parkoltatni télen, vagy itt van a garázsuk. Az óriásbábok a királyi napokig maradnak a fűtőerőműben, addig még várhatóan szerveznek hasonló túrákat, amelyek során szintén megcsodálhatják őket a vendégek.